Ha jól sejtem, akkor mostanában önt inkább műgyűjtőként kérdezik, ugye Balatonfüred kapcsán. Viszont engem az érdekelne, hogy elsősorban, hogy lesz valakiből alkotó, és utána lesz műgyűjtő, vagy először műgyűjtő, és utána alkotó. Majdhogy nem azt mondanám, hogy tulajdonképpen a kettő valamennyire paralel. Mert az, hogy mi a férjemmel 12 éves korunk óta ismerjük egymást, természetesen akkor még nem, mint a férjem volt, ő festett és szobrokat is csinált, én csak festettem, mintázni még nem mintáztam semmit. Viszont az, hogy gyűjteni kezdtünk, az igazándiból a későbbi sógornőm, tehát a férjemnek a lánytestvére indította el, mert ők ugye hát 70-es években ez nagyon fontos dolog volt, hogy erdélyi népművészeti dolgokat gyűjtöttek. Adtak nekünk is egy csomó csöbröt, tányért, szekrényoldalt, tálalót, szóval egy csomó olyan dolgot, amiben az ember úgy belemerült, hogy jaj, hát akkor még ilyet szerezni, stb. És ez nyilván kapcsolódott a képzőművészeti érdeklődéshez. Na most az egy dolog, hogy népművészeti dolgokat gyűjtött az ember, de amit végül is festettünk, meg csináltunk, az pontosan ellenkezőleg nonfiguratív volt. Na most ugye természetes, hogy a 60-as években a fiatalokat nem igazán a szocialista, realista művek érdekelték, hanem pont ellenkezőleg a tiltott volt az absztrakt művészet. Természetes, hogy mi is olyasmit csináltunk. Én még abszolút nem a geometrikus absztraktot csináltam, hanem ilyen Jackson Pollock-szerű, csurgatásos, ilyen expresszív és inkább gesztus festészetet. Úgyhogy amikor már fizetés volt, és férjem volt, akkor természetesen szerettünk volna olyanokat gyűjteni, akiket tulajdonképpen csak ilyen félig titkos kiállításokon lehetett látni. És ehhez szintén a fiatal korunknak egy Tóth Tibor nevezetű tanárember kapcsolódott. Ő részint tartott ilyen rajzórákat, de ami a fontos volt, az itteni műfáznak titulált valamibe csinált olyan kiállításokat, amiket akkor nem kellett azért zsűriztetni, tehát nem kellett engedélyt kérni, mert úgy volt, hogy csak egy napig vannak nyitva. Hát ez egy kicsit azért átcsúszott a szombatból a vasárnapba, és a többi. És akkor így volt, hogy Kassák, Bálintendre, Ország Lili. Szóval egy csomó olyan művésznek a művét láthattuk itt úgy testközelből, hogy mi voltunk, akik tartottuk a képeket, hogy hova kell akasztani, kicsit jobbra, kicsit balra, följebb, lejjebb. Tehát az ember így szemtől szembe látta azokat a képeket, amiket egyébként nem lehetett látni. Azok a képi megfogalmazások, amiket minket érdekeltek, és netántán azt magunkénak valhatnánk, az nagyon, nagyon izgatott minket. Érdekes módon ugye a pénz volt az egyetlen, ami ebben gátat szabott, és nagyon emlékszem, hogy egyszer elmentünk mindketten az akkor még létező Ernst Múzeumba, ahol Anna Margitnak volt egy kiállítása. És nagyon tetszett nekünk az az egész különleges millió és légkör, ami ezeket a képeket ugye meghatározta, az ránk nagyon hatott. Mi voltunk szinte egyedül, hát ugye ez napközben volt a kiállítóterembe, és egyszer csak úgy oda tipegett hozzánk egy kis hölgy, és kérdezte, hogy hát tetszik ez nekünk, és hát mondtuk, hogy nagyon, és mondta, hogy de hát ezek megvehetők. És tényleg ott akkor minden egyes kis névcédulára ki volt írva, és konkrétan az a mű, ami nagyon tetszett nekünk, ki volt írva, hogy 3000 forint. Ez ugye 60-as évek vége. Tehát a kívánalom az megvolt. De igazándiból, amikor már úgymond vehettünk valamit, az viszont Kolozsvári Ernőhöz kapcsolódik. Kolozsvári Ernő, hogy ez egy nagy gyűjtő volt, pedagógus fizetéséből, ami akkor se volt akkoriban rengeteg, mindig vett valamit. Mindig valamit vett, amiből a családja annyit érzékelt, hogy igen, most megint egy hónapig lehet, hogy cipőt nem tudunk venni, mert részletekre volt az egész. És mi összejöttünk, egy ilyen bulizásos kapcsolat volt,
akkoriban ugye házi bulik voltak, és amikor Ernővel találkoztunk és mesélt a műgyűjtésről, mert szinte mindig arról mesélt, akkor mindig mondta nekem, hogy gyerekek, a csúcsművek, így mondta rövidúval, a csúcsművek azok nálam vannak. Ez így is volt. Kétségtelen nálam még a plafonon is voltak munkák. De végül is nagy könyörgésre egy nagyon szép Bálint Endre munkát, a leláncolt Prométeuszt vettük meg, és akkor majd egy évig fizettük neki részletenként. Tehát a kívánalom az abszolút megvolt, úgyhogy amikor mi kijutottunk Párizsba, ugye a férjem az UNESCO-nál dolgozott, ott megnyert egy pályázaton egy tudományos állást, akkor vált az lehetővé, hogy tulajdonképpen ezeket a művészeket, akiket mi kedveltünk, azoknak a munkáit meg tudjuk szerezni, hiszen ugye rengeteg magyar származású művész volt kint, akik annak idején még a Báb Színházban, úgy mint Anna Márk, Ország Lili kapcsolatban voltak Bálint Endrével, akkor összeismerkedtünk Anna Márkkal, akinek a férjének, ugye a Gábornak, azt hiszem a nagybátyja volt az a pszichológus, aki lehetővé tette, hogy Bálint Endre ott töltsön hosszú hónapokat vagy éveket Párizsba, és ott tudjon részén nyugodtan dolgozni, vagy körbenézni, és egyáltalán telítődni egy teljesen más millióvel, mint amit ő itt hagyott Magyarországon. De neki mindig az volt a célja, hogy ő visszajön Magyarországra, de ott egy csomó mindent alkotott. A barátai ugye nagyon hamar kaptak tőle műveket, amiket aztán később mi meg tudtuk venni. Ez nagyon érdekes, mert én is vettem részletre képet, egyáltalán nem szégyellem. Tehát, hogy nem, hát ez így volt. Nyilván az anyagi lehetőségek nem mindig olyanok. Viszont én úgy, nálam ez úgy működik, hogy ez egy folyamat. Tehát, hogy elkezdtem, most már nem is tudom hány éve gyűjtök én is, mondjuk 20 éve, akkor olyan képeket kezdtem el vásárolni, amik akkor, hát olyan népszerűek voltak, ezzel kezdtem, hogy jaj, hát mindenki ismeri őt, akkor tőle veszek. De később, amikor kicsit már finomodott az ízlésem, akkor rájöttem, hogy hát de még inkább azokat kéne venni, akik nem annyira ismertek, vagy nincsenek annyira érdeklődés terében. De ez hogyan működik? Mert hogyha az ember Bálint Endrével kezdi, akkor már nagyon azért nehéz onnan elmozdulni. Tulajdonképpen nem, hiszen az a folyamat, hogy mi Párizsba ugye az ott élt, illetve oda látogatott magyaroknak a munkáit vettük meg, az ugye már Magyarországról indult el ez a kívánalom, és tulajdonképpen azt akartuk folytatni. Tehát, hogy azokat az embereket, akiknek a nevét ismertük, és ugye a kapcsolódási pontok megvoltak. Tehát az, hogy mi ezeket a képeket gyűjtöttük, egyrészt gyökerezett abban is, hogy ugye a nemzetközi szervezeteknél mindig megvan adva egy idő, az UNESCO-nál 2 év volt, hogy 2 év után értékelik azt a munkát, amit az illető azt csinált, és akkor megint 2 évre meghosszabbítják a szerződést. Tehát eszünkbe se jutott, hogy mi majd 30 évig majd kint leszünk Franciaországban. És tulajdonképpen az akkori körbe az illet bele, hogy mi ezeket a műveket próbáljuk megvenni. Na most, amikor az ember kikerül egy ilyen nemzetközi szervezethez, hát ott mindenféle náció van, természetesen egy csomó magyar. Azoknak a magyaroknak, ha francia vagy hottentotta ismerősük volt, azok is egy idő után mind mondták, hogy jaj, nekem a fogorvosom magyar, jaj, nekem a szomszédom magyar. Tehát tulajdonképpen egy csomó ilyen ismerettségre tettünk szert, és miután ugye művészeket is ismertünk meg, azok adták tovább ezeket az ismerettségeket. Tehát amikor a magyar származású művészeknek a körébe mi bekerültünk, érdekes módon ugye azoknak a magyarországi művészekkel ugye nagyon megvolt a kapcsolatuk, akkor nekünk ez egy rövid távú terv volt, és eszünkbe nem jutott, hogy ebből egy gyűjtemény lesz. Tehát tulajdonképpen amikor mi ezeket a műveket megvettük, úgy tekintettük, hogy ez egy leletmentés. Hogy mi ezeket ott megveszük, és hazahozzuk, és akkor lám, ezek az emberek, akik ott kimentek, vagy azért, mert itt nem érezték jó magukat, de nagyon sokan egyszerűen azért, hogy kibontakoztassák a tehetségüket ott. És ez többnyire sikerült. Tehát az
A leletmentés ez egy ideig működött, aztán ez a fajta gyűjtés nem igazán tervezhető, mert az, hogy most egy árverésen mit tudunk tulajdonképpen megvenni, az egy mindig egy olyan nagyon esetleges volt. Tehát azt, amikor az ottani művészektől, vagy azoknak az örököseitől tudtunk venni magyar származású művészeknek a munkáit, az mind az ismeretségi kapcsolatból tevődött össze. De aztán egyre hosszabb ideig maradtunk ott, és láttuk és éreztük, hogy gyakorlatilag az, hogy mi magyar származású művészek munkáit megveszük, ez egy nagyon esetleges dolog. Bár volt olyan, hogy egy ismerős, ismerőse, egy francia úriember eljutatott hozzánk egy üzenetet, hogy neki van Zobel rajza, több is, ő személyesen ismerte Zobelt, hiszen azt hiszem, hogy a francia intézetnek volt itt az igazgatója, vagy valami egyéb kapcsolódás, de kulturális kapcsolódás volt. És hát azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ők, a felesége nem szereti azt a szakállas férfi képet, úgy fél tőle. Tök mindegy, hogy miért, végül is eljutottunk hozzá, kiderült egy fantasztikus kultúrember, aki sinológus, tehát a kínai történelmet előről hátulról ismerte, hatalmas gyűjteménye volt. Tehát így is megszereztünk egy olyan munkát, ami közvetlen ezen a Monsieur Padunak volt dedikálva a Zobel által. Szóval időnként az ember ilyen kincsek közé is be tud lépni. De tudtuk, hogy ez olyan, hogy ez mehet paralelként a gyűjtéssel, és akkor már tudtuk, hogy a gyűjtés az ugye már egy olyan kórokozó, ami már bejutott belénk. És azáltal, hogy akkor én is miután kikerültem, és szembesültem azzal, hogy hát ott gyakorlatilag minden egyes évre, minden egyes mozgalomra százával lehet látni műveket, vagy múzeumba, vagy galériákba. Én a saját munkámat is át kellett, hogy értékeljem, ami nagyon jó volt, és egy rengeteg segítséget adott az, hogy azt meg tudtam nézni, hogy ki mit csinált eddig. Hova kell nekem belépni ahhoz, hogy én a saját hangomon tudjak megszólalni. Úgyhogy emiatt egyre több olyan francia művésszel vagy külföldi művésszel kerültünk kapcsolatba, akikhez én, mint művész el tudtam menni. Megnézni, mindenki boldogan mutogatta a munkáit, sőt, olyanokat tudtunk mi megnézni műterembe, mert mi azt mondtam, hogy hú, ami ott a csücske kilóg, azt is szedd elő, mutasd meg nekem. Tehát egy csomó olyan művet is meg tudtunk nézni, amit esetleg egy ott lévő galériába, ha az illető éppen egy valamilyen galériához kapcsolódott, olyat is megnéztünk, amit a galériás esetleg soha nem választott ki. Ugye egy galerista érthető okokból, egy művésztől megvan, hogy milyen típusú képeket akar kiállítani, hiszen ő neki már azt is tudnia kell, hogy kinek akarja eladni. És nagyon sok olyan volt, hogy régi műveket már nem akartak megnézni, vagy nem állítottak ki, nekünk viszont előszedték. Tehát tulajdonképpen a művészeknél mi sokkal-sokkal több műből tudtunk válogatni. Ami nem csak azért volt érdekes, hogy ott voltunk, és én, mint művész ott voltam, és amúgy vettünk, hát ez pláne boldoggá tette őket. És kiderült olyan dolog például, hogy francia gyűjtők soha nem mennek el művészek műtermébe. Csak akik már nagyon-nagyon ismert, és akkor hát jaj, hogy legalább egy közös szelfit tudjanak csinálni, de igazándiból nem a vásárlás volt az érdekes. És én megkérdeztem egy pár ilyen gyűjtőt, amikor már ugye gyűjtőkkel is kapcsolatba kerültünk, aki rejtőzködő állatfajta, úgyhogy nem nagyon mutatják magukat, és kérdeztem, hogy miért nem vásárolnak ott műterembe? Hát aztán tulajdonképpen a végeredmény az volt, hogy egyrészt elmennek, a szegény művész kirak valami 200 művet, de ők vagy nem mernek dönteni, mert eddig is mindig a galérista döntött helyettük, tehát nem merik fölvállalni, hogy esetleg tévednek, vagy nem mernek ott belebonyolódni olyanba, hogy akkor most mennyit kér érte, most akkor én nem biztos, hogy azt az összeget adnám érte, vagy most akkor túlfizetem ott a művészt, ahelyett a galériába vettem volna. Tehát tulajdonképpen ezt a szituációt elkerülik. Ami nekünk érdekesség volt, mert ugyanakkor meg én is érzékelem, hogy azért az emberek nagyon szeretik látni azt az embert a mű mögött. De hát ugye Magyarország más, és nem lehet így összehasonlítani ilyen dolgokat. Úgyhogy tulajdonképpen így
a gyűjtés szépen átterelődött a geometrikus absztrakt művészetre, hiszen a magyar származású művészek, akik ott éltek, azok is többnyire ezt a vonalat követték, tehát az ő ismerősük lett a mi ismerősünk, tehát tulajdonképpen mi is ezt a vonalat követtük. Én akivel beszéltem, nagyon kevés Párizsban élő műgyűjtővel beszéltem, de akivel beszéltem, ők azt mondták, hogy Franciaországban a magánszférát sokkal jobban védik, és azért nem, ez teljesen elképzelhetetlen, hogy ők betörnek valakihez, és akkor ott egyszer csak félre megy az ecsetvonás, mert éppen ők kopognak az ajtón. Szóval ilyeneket mondtak nekem, tehát, hogy ugye Brassairól is van egy olyan, most az ugrott be, amikor a Cseh Gabriella készítette a dokumentációját a volt műterméről, hogy ugye ott állt a műterem üresen, mondjuk 10 éve biztos. Uh-huh. És ennek ellenére ő volt az egyetlen, aki odament és dokumentálta ezt. Uh-huh. Ez kétségtelen, hogy így van. Amikor az 2002-ben volt, hogy a Vera Molnár hozzánk irányított egy Anzséban lakó, tulajdonképpen ilyen művészeti menedzsernek mondanánk most, egy pedagógus volt, aki mindig szervezett kiállításokat, és ezeket mindig nagyon szerette, ő és felesége időnként följöttek Párizsba, és hát jó kapcsolatban voltak Verával. És Vera említette nekik, hogy hát itt van egy két bogár, akiknek van magyar gyűjtemény darabjuk is, most ez igazi magyar-magyar, és kinti magyar-francia is benne volt, meg a ott élő, kint élő franciáktól is van egy gyűjteménye, és menjenek el, nézzék meg, hogy hát, ha érdekli őket valamilyen kiállításra ez az egész szituáció. Tudnék, Anzséban akkor egy ilyen harmadik Napóleon korabeli szép nagy ház, a város úgy döntött, hogy azt renováltatja, és oda kerestek, hogy na, mi legyen a nyitókiállítás. Ugye a nyitókiállítás az egy mindig egy különleges valami, akkor utána az összes többi kiállítást hozzá tudják már fűzni, mint egy láncon. És Jean-Pierre Arnault eljött hozzánk, és körbenézett, és hát teljesen el volt ájulva, hogy mi minden van. Méghozzá ő kérte, hogy a gyűjteményből tulajdonképpen, ugye ők választották ki, mert teljesen természetes válogassanak ők tulajdonképpen a magyarországi magyaroktól válogattak több munkát, és ahhoz választották azokat a franciákat, vagy magyar származásúakat, akik ugye a mi gyűjteményünkben voltak, de volt fotó, és volt képzőművészet is. Mert ők azt akarták ezzel az egész kiállítással, és az volt az egésznek a mottója. Ez 2002-ben volt, tehát Magyarország még nem volt tagja az európai közösségnek. Azt akarták ezzel mutatni, hogy tulajdonképpen dacára annak, hogy ugye Magyarország hosszú-hosszú ideig a vasfüggöny mögött volt, azért a művészek egymással valamilyen módon tartották a kapcsolatot, illetve hatottak egymásra. Valószínűleg ez inkább egy egyoldalú dolog volt, de mégis azok a művek, amik a mi gyűjteményünkben voltak, és magyar művészek csinálták, fantasztikus együttműködési vonalakat tudtak felfedezni ezekbe a munkákba. Ez volt az egyik része. A másik része, amit mondtak, ami ugye később került csak egyáltalán kibeszélésre, mert akkor még ugye annyira nem ismertük egymást, pontosan visszaigazolva azt a mondatot, hogy igen, a francia műgyűjtők azért nem nagyon mutogatják magukat. Azt mondta Jean-Pierre Arnault, hogy azt is akarták ezzel igazolni, hogy tulajdonképpen polgári millióból érkező házaspár, akik értetően se olajkutunk nem volt, se milliárdosok nem voltunk, mégis összetudnak állítani egy olyan gyűjteményt, amiben egy belső kohézió van, és egy nagyon érdekessé válik nekik, különösen azért, mert francia-magyar kapcsolódások voltak. Úgyhogy ez minket ugye akkor megdöbbentett, hogy jé, hát ezt ő már úgy nevezi, mint egy gyűjtemény. Mi még nem gondoltuk, hogy ez úgymond gyűjtemény, de ő már annak nevezte, és végül is ez volt az egésznek a lényege, és egy nagyon nagy sikeres kiállítás volt, utána azóta is ezt emlegették, katalógust csináltak, mindent.
Hát tulajdonképpen két kép az már gyűjtemény lehet, és Igen, egy igen. kisebb lakásban nem is lehet, Igen, hogy a nem is fal fér le több. mennyisége határozza meg, hogy tulajdonképpen mennyi fér el oda, és az már a gyűjtemény. Igen. Igen. Azt írtam föl még, amikor készültem az interjúra, hogy tulajdonképpen miért ennyire fontos ez, hogy Párizsban élő magyarok. Úgy értem, hogy rám például nagy hatással volt, amikor a Pompidou-ban láttam mondjuk a Gérard Fromangét, a Bernard Buffet-t, és hogyha lett volna annyi pénzem, biztos, hogy veszek tőlük képeket, vagy az is egy természetes út lehetett volna, hogyha párizsi művészektől próbálnak elindulni. Tulajdonképpen a gyűjtés számunkra csak egy ilyen millióbe volt ismert, ami Magyarországon volt, ami egy nagyon lehatárolt dolog volt. De utána, amikor már láttuk, hogy az egy bizonyos kört lefog, de igazándiból nem folytatható úgy tovább, akkor tulajdonképpen már nem csak a Franciaországban élt, mert ugye a múlt felé is azért vissza kacsingattunk és tudtunk vásárolni, de igazándiból utána már a francia művészektől vásároltunk. Illetve ez sem így igaz, mert az, hogy valaki Franciaországban él, vagy Párizsba, mert ez ott is le lehet szűkíteni a gyűjtést tulajdonképpen igazándiból Párizsra, az nem azt jelentette, hogy az minden művész ott francia volt. Mert ha ilyen alapon nézem a gyűjteményt, ugyan a gyűjteménynek mondjuk a 90%-a az külföldi, de azon belül van bizonyos százalék francia, akkor van svéd, van olasz, van német, van dél-amerikai, nagyon sok dél-amerikai, aki följött Párizsba, mert számára az volt a központ, és ilyen bizonyos tekintetből azért mégiscsak az van, hogy Franciaország még a mai napon is nagyon meghatározó a művészetbe. Pontosan az a jövésmenés, az a nagyon sokrétűség, az mutatja azt, hogy ez fontos. Két nagyon érdekes irányba is mehetnénk. Az egyik a mail art, ami igen. nagyon érdekes. Igen, igen. A másik pedig ugye a geometrikus absztraktok. Beszéljünk most talán először a geometrikus absztraktról. Igen. Az interjú előtt beszéltünk erről a könyvről. The Pioneer dans les ateliers de femme artistes de 20e siècle. Aki ebben a könyvben, Elizabeth Vedren és még két másik társa, 11 női művész mutat be. És nagyon érdekes, hogy ő azt mondja a könyvben, meg hát én személyesen is beszélgettem vele, hogy számukra nagyon meghatározó lehetett az, hogy ugye a második világháború után mindent újra kellett kezdeni, és talán ezért lett ez a geometrikus absztrakt ennyire fontos, hogy nem akarták folytatni az izmusokat, az összes többi irányzatot. És ez ugye mondjuk a Rég Juditnál is, vagy akár ugye mondjuk a Vera Molnár, más talán azért más, hogy a számítógépes dolgoknál, de hogy nagyon érdekes, hogy tényleg ennyire meghatározó egy ilyen történelmi pillanat? Vannak nagyon érdekes kapcsolódások az évtizedek folyamán, és a 60-as évek szintén egy ilyen volt, ami ugye a háborús föléledés után, na akkor már mindent lehet, mindent csinálnak, művészek is kicsit magukhoz tértek az akkori apátiából. És szerintem pontosan nem véletlen, hogy a figurális művészet, mint olyan, a háború után szinte, nem azt mondom, hogy eltűnt, mert így nem igaz, de nagyon visszaszorult. Na most ennek nyilvánvaló az is egy oka lehet, hogy mit bizonyított a második világháború? Az embertelenséget. Akkor a művészek is azt mondták, hogy az az ember a képeken se szerepeljen. Olyan módon bizonyította az emberben való állatot, hogy ahhoz már nem kell visszanyúlni, szóval a művészek is váltani akartak. Nyilvánvaló, hiszen általában az absztrakt művészet az most már több mint 100 éves, hiszen 1910-11 körül keletkeztek azok Kandinskyval, stb. Ahonnan mi számítjuk az absztrakt művészetet. Na most az absztrakt művészetnek is ugye volt rengeteg ága, a gesztustól kezdve a lírai absztraktig. Érdekes módon a geometrikus absztrakt művészet
nagyon megerősödött így a 50-es, 60-as évektől kezdve. Valószínű azért is, mert tulajdonképpen ez sose tűnt el. Mert ha visszamegyünk az idők kezdetére, amikor az az ember palánta, aki valamit csak díszíteni akart magának, a legegyszerűbb formákig jutott el, vagy vissza, vagy ahhoz, azzal kezdte a pont, a vonal, a kör. Tehát ez a művészet igazándiból mindig is vonult, de valahogy mindig a háttérben volt. Talán valahogy a 60-as években, amikor már az emberek kezdtek utazni, már volt idő, már volt pénz arra, hogy egyáltalán ellátogassanak a szomszédos országokba, vagy kontinensek egymás után. Ugye ne felejtsük el, hogy rengeteg amerikai jött át Párizsba, meg mentek vissza a háború után. Tehát valószínű, hogy ez mind egy olyan fajta kovász volt, ami a geobankritikus absztrakt művészetet igazándiból a felszínre hozta, és továbbfejlesztette. Új anyagok keletkeztek. Az akrilfesték az megcsinálta azt, sokkal hamarabb száradt, mint az olajfesték. Akkoriban az emberek nem értek rá, sőt, egyre több mindent akartak megcsinálni, ergo ez a technikai újítás, hogy milyen hamar megszárad, és ugye akkor azt mondták, hogy ó, hát ez hosszú ideig tartja a fényét, a színét, nem telt el annyi idő, hogy a megcáfolásra sor kerülhetett volna. Tehát tulajdonképpen én ennek tudom be, hogy a geometrikus absztrakt olyan tért nyert. Itt van ez a kép, most így nézegetem már egy ideje, így ahogy beszélgetünk. Igen. Óhatatlanul is oda keveredik a szemem. És bevallom őszintén, hogy én a San Francis féle esetlegességet is nagyon szeretem. Amikor valami tényleg nem odaillő egyszer csak megjelenik. Ugye itt talán nincs ilyen, de ugyanakkor azt látom, hogy ez a sárga, ez a nagyon világos sárga, ez mégis indokolatlan ezen a képen. Vagy legalábbis én azt gondolom. Persze lehet, hogy nem így van, de anélkül talán nem is működne az egész kép. Igen, szóval azt tudjuk, hogy ugye a művészet, annak egy nagyon jelentős része a tudat alatt van. Nem véletlenül próbálkoztak mindenféle szerekkel a korábbi időszakban a művészek, hogy olyat hozzanak elő, amihez ők nem, tudatosan nem férhet az ember hozzá. Én is erre így rájöttem, hogy nem véletlen az, hogy ugye sok művésszel találkozva ezt visszaigazolásként tekintettem, hogy mindenki kialakít magának egyfajta szisztémát. Én tulajdonképpen permutációval, egy ős műből kiindulva, permutációval alkotom meg a munkáimat. De hát végül is ez egy vizuális műfaj. Ezt nem lehet odaállítani egy magnót a kép mellé, és az állandóan elmagyarázza, hogy most neki mit kellene látni. Ő azt látja benne, amit akar, és miután ugye az asszociációs lánc egy embernek az agyába abszolút egyedi, tehát mindenki annyit lát bele, amennyit ő akar. És ez a jó benne. És ezért kell teret engedni a látogatónak és nézőnek, hogy ő azt lássa meg, amit ő akar. Megint nagyon sok irányba lehetne menni. Hogy lehet megismerkedni például Vera Molnárral? Ehhez a kiérkezésünkkor természetesen végigment nyilván a informális láncolaton, megint jött két magyar. Ismerősökön keresztül meghívott minket magához Lucien Hervé és Judit Hervé. Na most ők voltak azok, most már csak Judit, mert ugye Hervé már nincs közöttünk, akik úgy összetartották azokat a magyarokat, akiket ők úgy véltek, hogy igen, jó, ha ezek ismerik egymást. Tehát mi úgy kerültünk Lucien Hervéjékhez, és hogy meghívtak minket, ahol a Fejtő Ferenctől kezdve a művészeket bezárólag nagyon sok mindenkit megfordult, és történetesen a férjem pont Vera Molnár mellé került, mondván, hogy egy tudós ember, meg egy olyan művész, aki a tudományt is nagyon használja. Na hát így aztán megismerkedtek, és utána már én is kezdtem följárni Verához. Hosszú ideig mi kereteztünk neki, ezért mondta időnként András, hogy ő volt a keretlegénye a Verának, mert hiszen kereteztük, ami egy nagyon elfogadott dolog volt annak idején, hiszen egy csomó művész, aki kiment, semmilyen ismerettsége nem volt, akkor a már befutott művészek
segítették őket például, hogy pú, hát nekem van egy ismerősem, aki ki akarja festetni a lakását, akkor ha az a festő festeni, már úgy is tud, hát kimeszelni, ugyanúgy tudja azt a lakást. Tehát adtak nekik lehetőséget munkára, pénzszerzésre, és mesélte egy csomó művész, hogy volt úgy, hogy ő például azt mondta, hogy nem kérek pénzt, én kérek szépen egy művet. Tehát többek között József Kádár, aki szintén 69 óta ott élt, így gyűjtött össze egy csomó olyan magyar művésznek a művét, amiből később mi tudtunk megvásárolni, hogy ő a munkájáért inkább pénzt kért. Tehát Verával való megismertség az nagyon sok mindent adott nekünk. Nekem különösen, hogy lehetővé tette, hogy láthattam, illetve megismerhettem az ő munkamódszerét, hogy milyen módon közelít valamilyen tárgyhoz, mennyi minden forog az agyába ahhoz, hogy valamit létrehozzon. És ez egy borzasztó jó dolog, amikor az ember látja azt a szellemi áramlatot, hogy ki hogy gondolkozik, milyen módon fest. Úgyhogy Vera révén egy csomó francia művésszel is meg tudtunk ismerkedni. Jean-Pierre Dubreuilnek a látogatása az nagyon érdekes volt, szintén egy ilyen kiállításon Vera mutatott be minket egymásnak, és meghívott minket az ő műtermébe azzal, hogy menjünk el, és akkor mit tudom én, valakinek mondtuk, hogy megyünk a Dubreuilhez, az nagyon érdekes lesz. Nézzetek majd ki az ablakon. Nagyon jó, hogy valaki azt mondja, hogy menjek egy ateliébe, és inkább az ablakon nézzek ki, vagy ugorjak ki, nem tudtam, hogy mit akar ezzel. Na, amikor elmentünk oda, akkor egyértelművé vált. Tudnélik, ő az első emeleten lakott, ott volt a műterme, amikor az ember kinézett az ablakon, a Pompidou központot látta. Tehát annak a nagyon érdekes, és ugye a földről kevésbé látható oldalát, hiszen ugye a Pompidou központ az összes funkcionális csöveket, rácsokat, mindent onnan lehetett közülről látni. De ez csak egy mellékszál volt ahhoz, hogy miért érdekes hozzá elmenni. De ő akkor mesélt a munkájáról. Azt mondta, hogy nagyon régen, amikor úgy elkezdett egyáltalán a geometrikus absztrakt formáival foglalkozni, és mindenféle szempontból próbálta megközelíteni azt, hogy tudja leszűkíteni úgy a munkáját, hogy az tulajdonképpen ráhasonlítson. És megmutatott egy képét, és megfordította. A hátoldalán következő volt, kis festék pöttyök, és mellé volt írva, hogy mi. Kiderült, hogy ő a műveit úgy csinálja, hogy előveszi újságot, akkoriban rengeteg újság, helyi újság, vidéki újság, mert a szülei vidéken laktak, kiterítette a lapra, és tulajdonképpen azokat a, végülis ahogy a tördelés, ugye tördelésnek mondják, a tördelési minta alapján a kékek voltak a fotók, a zöld a politikai hír, a piros a bulvárhírek, stb. Így építette föl ő a munkáit. Ami nagyon izgalmas és nagyon érdekes volt, amit előről az ember nem tud dekódolni, de hátulra ő pontosan mindig ráírta, pont az, hogy milyen színek mit jelentenek, és odaírta, hogy ez a Petit Parisiennek a, mit tudom én, ilyen évszámából a hatodik oldal. De csak azért is meg fogom kérdezni ezt a mail artot, dolgot, mert ez annyira érdekes. Uh-huh. Én ezt a Galántai Györgytől tudom, hogy egyáltalán ilyen létezik. Uh-huh. Illetve hát a Tóth Endre volt ennek a nagy, nagy terjesztője, úgymond. Uh-huh. Ugye, hogyha kontextusba helyezzük, akkor ugye a szocializmus nem lehetett ugye külföldre nagyjából küldeményeket küldeni, de nyilván mondjuk egy kis lapot, amin nincsen olyan politikai szöveg, azt talán inkább. És akkor művészek így kezdtek el egymással levelezni, illetve hát, ha jól tudom, akkor sokszor téma is meg volt adva, hogy ilyen témára várjunk a műveket, és ebben nagyon könnyű volt tulajdonképpen becsatlakozni, mert hogy tulajdonképpen oké, egy kis felület, egy kis valamilyen ötlet, és akkor ebből ugye rengeteg kiállítás is lett. Nekem ez nagyon tetszett, hogy ennyi mindennel foglalkozott, tehát hogy mail art, ugye geometrikus absztrakt, még könyvtárgyakról még nem beszéltünk. Igen. A könyvtárgy, elektrografika, az, ha sok minden volt. Tulajdonképpen
A Mélárt volt az, ami először tudtam egy évre rá, hogy kikerültünk, csatlakozni. Na most, amikor ugye az ember ilyenfajta egészen másféle művészeti ággal foglalkozik, akkor nagyon jó utána nézni, hogy egyáltalán hogy mint keletkezett az ilyen, és természetesen Párizsban volt postamúzeum. És a postamúzeum azon túl, hogy bélyegeket mutogatott teljesen normálisan, tulajdonképpen volt egy Mélárt gyűjteménye is. És tulajdonképpen ezen keresztül ismertem meg, hogy a Mélárt sokkal korábbi volt. Már állítólag az első világháború kapcsán volt az, ugye akkor még ugye nem volt ilyen iparilag előre nyomtatott postakártyák, különösen nem ugye a lövészárokba. Háború után állítólag, amikor ugye hát egy fiatal művész mindig lázad, fiatal művészek egy idő után azt mondták, hogy a fene egye meg minden csak a galériákon keresztül történhet. Én nem tudom megmutatni magamat csak akkor, hogy egy galériába kiállítok, már pedig egy galériás nem biztos, hogy mindig fiatallal fog foglalkozni. Szóval addig-addig hőbörögtek, amíg felújították ezt az egész dolgot, hogy már pedig ők küldenek ide-oda-amoda lapokat, akkor valamit ő rárak, vagy rárajzol, vagy rápecsétel, akkor elküldi a barátjának, akkor lehet, hogy a barát küld neki egy másikat, de az is lehet, hogy ezt küldi vissza, és akkor ráragazgatják a különböző címeket, hogy a postás máma bele őrül, hogy most akkor kinek megy ez. Tehát elkezdték azt, hogy megkerüljék a galériát. Később ez nem sikerült, már múzeumban is kerülnek a Mélártok, de akkor még ugye ennek ez volt a lényege. Természetesen egy idő után hát egy művész attól művész, hogy nem elégszik meg arra, hogy egy ekkora kártya, akkor azt elkezdte nagyítani, vagy mindenfélét ráragasztott. Na most én is, amikor ebbe belekerültem, akkor ugye, mint a Hályok Kovács, nem foglalkoztam azzal, hogy jaj, hát eddig még csak, mit tudom én, négyszögletes, vagy akármilyen alapú, vagy alakú munkákat küldtek, hanem én például, hát ettől egy francia postás teljesen kiakadt, én például egy ilyen bokafixes zokniba egy kartonlapot úgy bedugtam, hogy legyen tartása, mert hát azért mégis. Pluszban én még rávartam a zoknira, mert hát ugye adódott, hogy rá is lehet varni, és vittem el a postára, hát az törölgette a homlokát, de mondtam, hogy nincs olyan előírás, hogy ilyesmit nem szabad elküldeni. Úgyhogy egy csomó minden ilyen beindult el, én nekem is egyre több mindent küldtek. Úgyhogy nagyon jó pofa volt egy néger postás, aki ott járt felénk, és egyszer becsöngett, hát általában még bedobja a postaládába, aztán kész, becsöngetett. És kijöttem, és akkor vigyorogva mondta, hogy na, nézze meg, hogy mi van, hogy van címezve. Csak az volt ráírva, hogy Judit. Jó, az, hogy Sam Moore, és a cím az ott volt, de a többi, vagy nem tudta elolvasni, vagy úgy döntött, hogy a Judit a vezetéknevem, nem tudom, de már akkor is nekem hozták oda. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas időszak is volt, amikor még ugye a kelet és nyugat-európai művészek így egymással közlekedtek. Akkor eljött az az idő, amikor ez a József Kádár, aki nagy mélártos volt, mondta, hogy a Kassák Múzeumban, azt hiszem ez 91-ben volt, Kassák Múzeumban Csaplár akkori igazgató szervez egy nagy nemzetközi mélárt kiállítást. És hát ugye a mélártnak az egyik alapvető dolog, hogy nincs zsűri vagy ilyesmi, mindenki azt küld, amit akar, ami egyáltalán elér a címzethez, az az övé. Tehát ilyen értelemben volt egy nagy gyűjtemény nekem is, Kádárnak is, de én a saját munkáimat, amit a Kádárnak küldtem el, és vice versa, azok mind oda voltak, egy nagy kofferba elvitte a Csaplárhoz, és amikor jött vissza azzal, hogy igen, de tőle sokkal többet választott ki a Csaplár, mint én tőlem, amiért nagyon örültem neki természetesen, és egy csomó ilyen módon a Kassák Múzeumban is került, mert akkor már valamennyit abból is kiválasztott. Úgyhogy tulajdonképpen a Mélárt az egy nagyon hosszú ideig egy rendkívül játékos és nagyon érdekes dolog volt. Akkor csináltunk rengeteg ilyen kiállítást, sőt, biennálét csináltunk gyakorlatilag a Mélártból, és a legvégén Kádár Álmosdon, ahol aztán a nagyapja lakott, ott egy Mélárt múzeumot is csinált, és én is adtam oda az én gyűjteményemből egy csomó mindent.
és így került többek között az Art Poolhoz is, ugye a gyűjteménybe az én munkámból. Francis Fukuyamának volt egy elmélete, azóta már megcáfolták, ugye ez a történelem vége, hogy ugye a liberalizmus eljövetelével már tulajdonképpen ennél jobb gazdasági struktúrát nem lehet kitalálni. Ugye hát azóta hát az élet ezt felülírta. Viszont a kérdésem nem ez, hanem egy gonosz kérdés, hogy érdekes korban élünk-e most? Miután nem éltem más korba, tehát mindenképpen ezt kell érdekesnek találni, vagy érdekesnek csinálni. Az, hogyha valaki most nem talál valami olyat, ami számára érdekes, hát az valami nagyon nagy lelki sivárságra val, mert nem igaz. Pontosan az internet mutatja, hogy manapság azt hiszük, hogy sokkal több minden történt, holott nem biztos, csak sokkal hamarabb megtudjuk. Tehát ilyen értelemben a számítógép elönt minket mindenféle dologgal, és emiatt kicsit furcsa is, mert volt úgy, hogy kiállításomra egy fiatal srác, szerintem nem volt még 20 éves se, bejött, úgy körbenézett, és azt mondja, ez mindig így fog kinézni, mondom, ez se nem csilingel, se nem világít, ez mindig így fog maradni remélhetőleg. Tudnék, nekik már annyira fölgyorsult az életük ilyen értelemben, hogy ami már nem mozog, az már az interneten se érdekes nekik. Na most én még, hát egyrészt ugye a régebbi korba csatlakoztam bele, de nekem a számítógéppel kapcsolatos, vagy akár egy motorral kapcsolatos mű, most mint gyűjtő mondom, egy kicsit problémás. Vera Molnár, aki ugye annak idején ő kezdte a számítógépes művészettel való foglalatoskodást, ő még akkor csinált számítógéppel, plotterrel kirajzolt műveket, amikor még nem volt képernyő, tehát csak amit a plotter kinyomott, akkor látta, hogy az, amit ő megadott, mint programot, mint ahogy rengeteg művének is az van, hogy 1% rendetlenség. Tehát tulajdonképpen Vera azt a korai időszakot végigcsinálta, de aztán ő túllépett rajta, mert ez neki addig volt érdekes, ami ebben lehetett kutatni, és lehetett valami izgalmasat csinálni. Na most, amikor mi elkezdtünk gyűjteni, természetesen akkor ugye a 60-as, 70-es éveknek nagyon sok művésze használt motort, fényt, akármit, elektronikát a művei létrehozásához, és amikor Vera 90-es évek végén, vagy talán 2000, jócskán számítógép volt, adott nekünk egy olyan programot, amit egy francia művész csinált meg neki, illetve aki számítógéphez jobban értett, hogy az ő nevéből, illetve művei címéből egyfajta anagrammát csinált. Nincs olyan program, amivel le lehet most játszani. Az elveszett. Vagy pedig kéne keresni a, mit tudom én, 90-es évek elejétől számrazó számítógépet, ami le tudja játszani. Tehát nekem tulajdonképpen a gyűjtés az hát nagyon háttérbe szorítja az elektronikával működő dolgokat, mert egy, az a program már kimúlik, nem tudom lejátszani. Kettő, mint van egy csodálatos Schöffer Miklós, Nikola Schöffer művünk, ami most éppen már Németországban perceken belül megnyílik, kiállításon lesz látható, míg az 1965-ös, az akkori legszuperebb Philips motorral működik, világít közben, mozog is, stb. A frász kerülget, hogy az előbb-utóbb a maga az a ketyere, ha elpusztul, nem tudom működtetni. Édeskének a művei, már ő nem tudja azokat megjavítani, mert az már olyan régi dolog számára, hogy ő ezt már nem tudta követni, de egész egyszerűen a maguk az anyagok elavulnak rajta. Van egy olyan munkánk, ami ilyen vastag gumiszál köt össze különböző irányba hajló korongokat, az már annyira kinyúlott, hogy nem tud működni. Tehát tulajdonképpen egyszerűen meghalnak azok a művek, ha nem úgy tudjuk bemutatni, mint ahogy eredetileg a művész akarta őket bemutatni. Tehát emiatt nekem ez egy választóvonal. Igen, sőt láttam egyszer egy csokiból készült művet,
és ott a művész kifejezetten azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy ez a mű megmaradjon. Tehát ő azt kérte az emberektől, senki nem tette eleget a kérdésének, hogy együk meg a művet. Senki nem mert belőle törni egy pici darabot se, de hát ez ugye nem tudom, 20 éve volt, nem tudom azóta, mi történt azzal a csokoládéval. Lehet. Igen, meg kukacosodott esetleg. Igen. Hát egyébként ez nem is olyan ritka. Köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon köszönöm én is. Ha tetszett a videó, megköszönöm, ha feliratkozol, illetve a parizsbudapestmetro.com oldalon további interjúkat találsz.